A Hősök tereit Miskolcon zsúfolásig megtelt, a színpad előtt és a színpad mögött is nagyon sokan vannak, tanárok, diákok, szakszervezetisek. Lehet, hogy akkor megértenék, hogy nem a bérek alacsonyan tartásával, hanem a jó képzettségekkel lehet munkahelyet szerezni. A tudás a sikeres országok útja, nem a rabszolgamunka. Ez igaz, hogy nincs kréta, nincs pénz kréta? Nincs. Persze, hát nálunk úgy van, hogy a szülők azok általában összedobják a pénzt, és így tudunk venni krétát, de egyébként a klik az nem támogatja. Tehát állami pénzből nem veszünk krétát, mert nincs miből venni krétát. Amikor már tényleg szimbólumává az válik egy rendszernek, hogy nincs kréta az iskolában, amikor már rég laptopokon kellene a gyerekeknek tanulniuk, meg a pedagógusoknak készülniük, de jól mutatja azt, hogy a Magyarországban hol tart valójában. Mivel van baj? Mindennel. Szóval a tankönyvekkel, az elvárásokkal, mindennel. És ez egy nonsens példa, hogy a egyik szakközépiskolás tankönyvben a jegyzék, tehát a forrás jegyzék az egy fórumnak a hivatkozási helye, és szexfórumnak speciál, tehát ilyen is volt. Tehát eszméletlen tankönyvet be kell tanulni. Egyszerűen a tartalom az pocsék, olyasmiről írnak, amiről igazából nem is kéne. Aztán megvetetik őket, és bele se nézünk, nem is tanulunk belőlünk. Az önkormányzatok alapból jobban ismerték az általános iskola tematikáját, vagy az óvodáit. Ismerték a tanárokat, a tanítási módszereket, ismerték azt, hogy milyen emberek járnak oda. És az, hogy a klik nem omlott össze eddig, az egész egyszerűen annak volt köszönhető, hogy az önkormányzatok rendszeresen a zsebükbe nyúltak. Nekem édesanyám a Hermonba tanít egyébként, én is oda járok. És hát igen, hát itt az az alapvető probléma, hogy nyilván ugye nagyon sokan azt gondolják, hogy a tanároknak annyi, hogy bemennek, de vagy reggel az iskolába, de ebbe kijönnek, és utána nincs semmi dolguk, de az, hogy például anya ilyen éjfélig van fönt, tanít, bármint, hogy készül a következő óráimra, mert hogyha ezt lelkismeretesen akarja valaki csinálni, tehát úgy, hogy felkészülten normális órát tudjon leadni a diákoknak, akkor ezt csak így lehet csinálni. Tehát egészen elképesztő az, hogy egyébként Magyarország szerintem egyik legfontosabb valutája a tudás, és a tanárainknak a fizetését 2002-2003 óta, a Medgyessy kormány óta gyakorlatilag nem emelték. Ez egészen elképesztő, ez tartozatlan. Hogy várjuk el tőlük azt, hogy egyébként dolgozzanak, ha nem keresnek meg annyit, amiből normálisan meg lehet élni, egy családot fel lehetne tartani. Ez egészen elképesztő szerintem. A nyomásgyakorló eszközök, a demonstrációk, ezek nem érik el az eredményeket, akkor egyáltalán nem zárható ki a sztrájk. A sztrájk pedig arról szól, hogy a munkavállaló, jelen esetben a pedagógus benn van a munkahelyén, bezárja az ajtót és nem megy be. Ennek az egésznek az a tanulsága, hogy a kormány akárhányszor belerúg a oktatásba, a felsőoktatásba, vagy a közoktatásba, a diákságba, mindig ki fog menni az utcára, ebben megnyugodhatnak.